Már a rutinpályán is megkezdődtek a gyakorlások a motoros vizsgára készülőknél, a rohamosan javuló idő pedig a már motoros jogosítvánnyal rendelkezőket is kicsalogatta az útra. Egyre nagyobb számban jelennek meg a kétkerekűek a forgalomban, amely törvényszerűen növeli a baleset veszélyt a közlekedésben. Hagymási Sándor oktató arra hívta fel a figyelmet, hogy az autósoknak csak nem fél év kihagyás után kell újra nagyobb figyelmet fordítani a motorosokra, de legalább ekkora a felelőssége a motorkerékpárt vezetőnek, hogy óvatosan és a szabályokat betartva vezessen. A közlekedési láncban az egyik gyenge pont, tehát a gyenge láncszem a motorosok, a kerékpárosok, a segédmotor kerékpárosok, hiszen ők sokkal sérülékenyebbek egy kisebb ütközésnél, sőt még ütközés sem kell, az is elég, ha egy érintőleges, vagy az is elég, ha egy egyensúlyvesztés egy kátyúba belemegy. Több olyan epizód, olyan kis mozzanat van, amelyből borulás következik, és ilyenkor ők sajnos annak ellenére, hogy motoros felszerelésben kellene, illik motorozni, sajnos előfordul, hogy kicsit lazára vesszük a öltözködést, ebből adódóan nagyobb a sérülés is. A motorosok számára egyetlen kötelező felszerelés a bukós isak, amelynek megfelelő védelmet kell biztosítania. Fontos, hogy viselete kényelmes legyen, a plexi pedig megfelelő átláthatóságot biztosítson. Erősen javasolt emelé a motoros ruházat, melynek részét képezi a hosszú, ujjú, jól látható, betétekkel ellátott dzseki, a kesztyű és a csizma. A tavaszi motorozás előtt magát a járművet is átfogóan ellenőrizni kell, a gumiabroncs állapotáról, az olajszintről és a lámpák, valamint a fékek működéséről is meg kell győződni. Ha pedig minden adott, akkor is könnyen megtörténhet a baj. A rendőrség is arra figyelmeztet, hogy minden közlekedő nagyobb körültekintéssel vezessen. Nyilvánvalóan a jármű dinamikája magában hordozza azt, hogy baleset veszélyesebb vele közlekedni, hiszen még ha nem is lépi túl a megengedett legnagyobb sebességet, dinamikájából adódóan pillanatok alatt ott van a másik lámpánál, lámpától lámpáig, illetőleg ott már ő elkezd kanyarodni, és egy személygépkocsi vezetője, ha nem elég körültekintő, ezt nagyon nehezen észleli, hiszen a jármű méretéből adódóan is fontos az, hogy figyeljünk rájuk. Sokkal kisebb, nehezen észrevehető, nyilván ezért kell a motorosoknak a lámpát használni, illetőleg a gyártók is próbálkoznak már abban, hogy ennek a lámpa elhelyezését úgy valósítsák meg, hogy minél észrevehetőbb legyen a motorkerékpár. Mind az oktató, mind pedig a rendőrség felhívja a motorosok figyelmét a fokozatosság elvére. Azt javasolják, még néhány hétig semmiképpen ne a nyári lendülettel vezessenek. Az aszfalt hőmérséklete ugyanis a kellemes időjárás ellenére sem elég magas a maximális tapadáshoz.